Minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. 6 óra 30 perc van, és 2022. augusztus 22-e véletlen? Aligha. Ez pedig a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion. Csodálatos volt az augusztus 20-ai tűzijáték. Kaptunk róla gyönyörű fotókat is. Mondjon akárki akármit akar, én szerintem egy országnak egyszer egy évbe kerül, amibe kerül, válság, amilyen válság, ilyen tűzijátékot kell rendeznie, szerintem. Két műsorvezetőt be kell mutassuk, mielőtt elszaladnának velünk a lovak, az egyiket Ács Gábornak hívják, ha jól emlékszem. A másikat... Mihálovics Andrásnak. Olyan régen találkoztunk, és... Maradjon is ez így. Igen, nem sikerült. Nem sikerült ezt egészen szeptemberig elhúzni, úgyhogy hát úgy alakult, hogy Kántor Endre hosszú-hosszú kitartó munka, folyamat, és sok-sok éjszakázás, sok-sok hajnalozás. Nagyon sok álmatlan éjszakája van Kántor Endrének abban, hogy a Millás reggeli. Egy kicsit elfáradt, ezért most megérdemelt kéthetes pihenőjét kezdte meg. Gede kollega viszonylag közelről figyel minket, de azért a stúdiót az megpróbálja a legkevésbé megközelíteni a következő néhány napon, úgyhogy maradtunk mink így egybe zárva, amire már természetesen régóta vártunk, hogy összejöjjön, vagy nem, de a lényeg az, hogy ez most így lesz. Na, azt akarom még mondani, hogy a 06302010909 SMS, WhatsApp és Viber számunk él, lehet nekünk üzenni, Gézu kétperces vagy félpercese jön. Egy ideje, tudom, hol vannak a határok, jócskán odébb, a legtöbbjüket úgy léptem át, hogy meg se gondoltam, léteztek-e egyáltalán. Ha! Úgy tűnik a szerelem és a vágyakozás után új témája van Gézunak, a napindító bölcsességek. Úgy háttérbe szorultak a szerelemmel kapcsolatos. Vagy beteljesült, vagy épp az ellenkező. Igen. És mi van, vagy a szerelmes futára? Más foglalkoztatja a költőt. Hát most... Lehet. De mi van a szerelmes futára? A szerelmes futár eltűnt már egy évvel ezelőtt körülbelül, és... De vagy nem szerelmes, vagy futár? Nem tudjuk. Vagy más útvonalon jár, nem köszönt el, nem küldött információt. Vagy úgy ment, ahogy jött. A semmiből a semmibe. Igen, elkezdett megritkulni, majd pedig köszönés nélkül távozott. Igen. De hálásak vagyunk nekik, mert hogy szórakoztatott minket. Lehet, hogy kormányzati sokszor... pozícióba került a választások után, és most már nincs ideje. Mit szólsz ehhez a magyarázathoz? Erre úgy kicsi esélyt adnék. Hát ki tudja. Lehet, hogy Szalai Bobrovnicki úr volt a szerelmes futár, és most épp a gripeneket... Nem arra közlekedett ő. Ott a gödöllői dombságot, hát nem túlta hajna hajnalonként, szerintem. Ez fake news volt, hogy nem tudjuk semmiképpen sem beelőzni. Na, hát a magyar irodalom... a fantáziád már. Magyar irodalom reggel, történet egyik nagy rejtélye, hogy ki volt a Millás reggelében rendszeresen publikáló szerelmes futár. Nem kell, hogy megírjátok, ha tudjátok se, maradjon ez így. Mindennek kell egy kis rejtély. Na, nézzük, hogy mi köthető augusztus 22-éhez. A Mennyhértek ünneplik a nevük napját, Isten éltesse őket. Mi köthető még augusztus 22-éhez? Hát biztos egy sokaknak a születésnapja, úgyhogy Isten éltesse minden kedves hallgatót, aki ma ünnepel. Egyébként 1485-ben lezárult ezen a napon a rózsák háborúja, méghozzá Lancaster ház győzelmével. Ki hitte volna, oly sokáig tartott. Aztán... Ács Gábor tele tömte nekem ismeretlen csatákkal, ezek hát közé tartozik. Hát azt hittem, hogy komolyan mondom, pont azért, mert azt gondoltam, hogy mindegyikről fél órát fogsz beszélni, de ismeretlen csata. Fogalmam sincs. Önmagában ez így együtt, ez egy oximoronnak tűn nekem, most kicsit csalódtam benne. Fogalmam sincs, ki az a Jan Tarnowski. Fogalmam sincs, mit kerestek a lengyelek Moldovába.
És az Aubertini csatáról pedig, hát most hallok először. Hát nem gondoltam. Pedig milyen szép tehát, ábra van hozzá. Őszintén szólva, ekkora tudásbeli hiányosságokra nem számítottam. Én tőle sem. Csataügyben, de akkor majd van, legközelebb van utána nézem. Van ukrán neve is. Ukránul a Pokutya melletti Aubertin közelében lezajlott csata a moldvaiak és a lengyelek között. A moldvai parancsnok Petru Rares fejedelem volt, és döntő vereséget szenvedett Jan Tarnovszkival szemben. Itt állunk gatyára vetkezve természetesen. Nézzük a következményeket. Péter számára elvesett Pokupicie, megszégyenülten térhetett vissza Moldvába, Krakkóban viszont Tarnovszkit a tömeg és a főpapok ünnepelték. Szerintem a neveket kivesszük, akkor bármit be lehet helyettesíteni. Úgyhogy hát ennek utána kell olvasnom. Én azt sem tudtam, hogy a lengyelek összevésztek a moldvaiakkal, úgyhogy nagyon köszönöm ezt a felvilágosítást. Röppenjünk tehát tovább lányos zavaromba. 1785. Második József király rendelete megszünteti az örökös jobbátság intézményét. Ez is egy fontos esemény. Aztán megnyílt a Pesti Magyar Színház 1837-ben, később ez lett a Nemzeti Színház. Illetve a Manchesteri repülőtéren volt egy repülőbaleset, a British Air Tours 28-as járata kigyulladt a Manchesteri repülőtéren. Igen, ez egy charterjárat lett volna. Az így rájöttem a nevéből önállóan. Majdnem meg is kérdeztem, de mondom. Ja, igen, de a British Airways-nek a charter leányvállalata volt, és egy Boeing 737-es. És... Na, hát erről meg te tudsz. Régi szerencsétlenségek Ács Gábor tollából. De csak egy mondat, ugye ez azért izgalmas, mert messze nagyon komoly változások következtek. Amit most látunk a gépeken, üléskonfiguráció, vészkijáratok elhelyezése. Az nem olyan volt. Az nem olyan volt, és ugye itt tényleg az történt, hogy fölszálláskor, ha jól emlékszem, akkor neki futáskor gyulladt ki hajtómű, és egy csomóan azért haltak meg, aztán az utasoknak negyben a harmada meghalt, a kétharmada túlélte, mert hogy füstmérgezést kaptak, és nem tudták gyorsan kiüríteni a gépet, és akkor indultak be azok a változtatások, tervezték újra a gépeket, amelyik máig hatnak, és máig abból indul ki a tervezés. Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy gyorsan lehessen hagyni a gépeket, ha bármiféle rendkívüli esemény történik. Ez tehát ez utolsó ilyen jellegű komolyabb baleset volt, ha jól emlékszem, ezek tényleg 1985-ben ezen a napon történt Manchesterben. Na, milyen tanulságos történet, nem gondoltam volna, hogy... De az miért van, hogy baleset kell ahhoz, hogy valami változik? Hát sajnos ez sokszor így van, és nem csak a légiközlekedés területén, de ezt szokták így kiemelni, hogy tényleg ennek nagyon komoly hatásai és máig tartó hatásai, ugye pozitív irányba, de hát igen, miért kellett ehhez sok ártatlan embernek meghalnia, igen, ez utólag is mindig felmerül. Na nézzük meg, hát azt hiszem, hogy virágba borult a szomszéd szerkesztőség, miután 1862-ben milyen szép kerek születésnapja van Claude Debussy francia zeneszerzőnek. Játszanak Claude-tól szerinted valamit a szomszédban? Biztos, biztos. Sokat. Aztán az angol beteg, 1895-ben született Almási László Afrika kutató, milyen szép szerelmes filmet csináltak belőle, anélkül, hogy tudták volna, hogy Almási László Rommel tábornoknak volt állítólag a kéme, mások szerint pedig kettős ügynök volt. Tehát ide is egy kicsit, oda is egy kicsit, csak hadd kutathassa Afrikát. Kivethetné meg őt ezért. 1917 Johnny Lee Hooker, amerikai blues zenész. Ha kántor itt lenne, milyen csörömpölés rendezne Johnny Lee Hooker? Country, de nem blues, de... De blues de country, is? Persze. Blues de is? Igen. Jó. Kár, hogy Bond most fáradt el. Szegény Johnny Lee Hookert nem játszott. John, de betézheted. De... Hát Johnny Lee-nek is hívták, nézd már utána. Nem. Nekem csak Johnny, ezzel három évig szomszédunk volt. Az egy másik Johnny szerint. Jó, akkor biztos tudod. Okay. Benkő Gyula Jászai Mari díjas magyar színészre is emlékezhetünk, ő 1918-ban született. Aztán én nem tudom, hogy Milos Kopecki cseh színész a Kórháza város szélénben melyiket? Nem tudod. Nem. Ő melyik volt? Strassmayer doktor. Jó. Ne hülyéskedj, nem tudod. Hát a legnagyobb arc, a legnagyobb király. Hát, igen, és az a epés, a kicsit a... A legjobb karakter. Ki az a botos csávú, aki zenél is, és ilyen szintén orvost játszik, és szintén sorozat, és amerikai, és... Dr. House.
Dr. Háznak az előfutára volt szerintem Strossmayer itt stílusban, nem? Ő volt az, aki epés megjegyzésekkel bombázta. Zseniális karakter volt. Igen. Most már nekem is. Elvitte a hátán az egész sorozatot. Az a barkó, az megvan? Iszonyatos nagy őszbarkója volt, aha, és szódás üvegszemű. De nem tudom, emlékszel rá, őróla volt egy egész mesél a múlt Katona Csabával beszélgettünk, az ő egész pályafutása. Nagyon érdekes az életútja, mert hogy kiváló színész volt, és ezt az egészen elképesztő jó karaktert alakította ebben a sorozatban. Hát örökké emlékezetes marad. Na, Tori Amos, amerikai zongorista, dalszerző, énekesnő ünnepli születésnapját 1963-as évjáratú, nagy tíme a kalap levéve, zavartan gyűröget és áll, ugyanis kétszeres olimpiai bajnok, magyar párbajtőr, vívóról van szó, egy rendkívül szimpatikus figura. Verasztó Dávid, magyar úszót is köszöntjük, egészen elképesztően versenyzett a legutóbbi Európa-bajnokságon Rómában. És itt van a Szigetnek a fellépője, Dua Lipa, aki azt írták a kritikák, hogy egészen zseniális koncertet adott, ellentétben Justin Bieberrel, aki playbackelt. Ez mind nem azért jutott el hozzám, mert én hosszantartó súlyos szabadságom alatt annyi hírt olvastam volna, hanem a gyerekeim mondták. Akik nem voltak ott a Szigeten, de... Igen. Nem voltak ott a Szigeten, de... És egyébként Dua Lipát nagyon régóta hallgatják, úgyhogy lassan el kéne mindig beszélgetni velük, hogy épp most mit hallgatnak, és akkor azt így jól értesültként kvázi fiatalítás jegyében én itt ömlengenék róla. Azért azt tényleg halálszórakoztat, hogy mennyivel jobban képben vagy zeneileg, ugye? Mióta a gyermekeid az aktuális popzene legfrissebb áramlatairól Olivia Rodrigo-val se tudtál meglepni. És nagyon hosszú ideje gondolkozom róla, hogy a Maneskintől is be kéne valamit tenni a repertoárba, mert képzeld el, hogy a Maneskin nekem is tetszik, és azon gondolkodom, hogy elmegyek a koncertjükre. De hogy a lányokkal? Természetesen, de elképesztő jegyárak vannak Maneskinre. Uh-huh. Most volt egy koncertjük, kérlek szépen, a Circus Maximusban, és ott is valami eszméletlen tömeg volt Rómában a koncertjükön, pár héttel azután, miatt kint jártam, úgyhogy ha tudtam volna, lehet, hogy elmentem volna egy Maneskin koncertet. Képzeld el, én megúsztam az Imagine Dragons koncertet, amely az én 10 éves leányom nagy kedvence, de csak azért, mert hogy fater az tiki, úgyhogy a család női tagjaiból szervez küldöttséget, hogyha a legközelebb sikerül Európában elkapni. Annyi kikötésem volt, és ez mentette meg, hogy csak ülőhelyes koncertre vagyok hajlandó befizetni és megszervezni. Neki, ha szervezni, meg a repülőket, azt csinálhatom, csak nyilván nem mehet, nem kísérheti az ember, nem. Megvannak azért a szabályok a gyerek részéről. Csinálsz? Hát én semmit, én oda sem megyek, de mondom, vannak család hölgy tagjaiból összeállít egy 3-4 fős csapatot, akiket már meggyőzött arról, hogy menjenek el együtt, de lényeg az, hogy az kizárt, hogy velem, tehát az már most ciki a fater. Képzeld el, hogy köszönetet is kell mondjak neked, amiatt, hogy építed apai tekintélyemet, ugyanis a másik nagy kedvenc, ami miatt nem a Dua Lipa miatt akartak kimenni a Szigetre, hanem az Arctic Monkeys miatt. Ó, tényleg? Bizony. Óriásit meglepődtem, mert én meg ott próbáltam mondani, hogy na, faterrel egy jó Dua Lipára, de azt mondták, hogy nem, hanem az Arctic Monkeysre, és mondtam, hogy jó, hát az már lejárt lemez, hát mi a rádióban már évek óta játszuk. Már kicsit unom is, meg hát, ilyen hülyeség. Hát igen, jó kérdés az Arctic Monkeys, egészen elképesztő. Tehát egyébként az Arctic Monkeys 16-17 évesek voltak, amikor hirtelen semmiből berobbantak. Ők voltak az első, akik úgymond az internet, a nagyon durván terjedő internet, meg közösségi média segítségével jöttek be, és tényleg kiváló rockzenekarként magasan tudtak maradni, és a mai napig végül is aktuálisak, bár már ezek kicsit elfáradni látszanak. Igen? De abszolút azért még ott vannak a toppon, és hát... Na mindegy, hát... És hát csak letettek 3 egészen kiváló albumot, ami ott marad, úgyhogy... Na, az lehet koncertezni, mert a YouTube... Csak így érdekes, hogy Arctic Monkeys is bejön nekik, ugye a mainstream pop bizonyos áramlatai mellett. Hallod, is, a YouTube... Igen. Megmaradt felvételek tanúsága szerint azért a U2 sem nagyon igyekszik új lemezzel, és mégis folyamatosan koncerteznek.
Igen, azt nem is tudom, milyen gyakran. Pont azt szerintem hát, ugyanazzal a két lemezzel koncert. Ja, jó, nem. Jó, ebben már nem csúszunk bele, mert több az. Jó, de, nagyon régen volt a utolsó. Ugye, új lemez, jó dalok. Ezt akartam mondani, hogy új lemezt azért nagyon ritkán csinálnak, és azzal meg koncert, a régiekkel koncertoznak, úgyhogy akár az Arctic Monkeys is megöregedhet ezen a három lemezen, nem? Hát valami úgy érzem, hogy Alex Turner ezt nem fogja megcsinálni. Mindig vannak új projektjei, agyalmásokon, az alapzenekaron túl, meg kívül. Hát fene tudja, aztán meglátjuk, hogy öregszik ő is. Na, hát ez volt az ömlengés. Muzsikáljunk egyet, és utána pedig nézzük meg a magyar sajtó szabadságon lévő munkatársai mit tudtak összehozni. Ki hagyta Tori Amos-t, aki 1963. Nem hagytam, kimondtam, mondtad, csak, nem akkor csak nem figyeltem, valamit akkor itt buheráltam a gépben, de akkor... Viszont most látom, hogy az Arctic Monkeys-ben van egy ember, akinek grease alapú frizurája van, ő már is szimpatikus. Most néztem meg, hogy kik ezek, akiknek nekem el kellett volna menni a koncertjére. Na, de neki nincs születésnapja, ellentétben Tori Amos-szal.